Sziasztok! Itt vagyok egy doboz termékkel, amit most ilyen hirtelen felindulásból dobáltam össze a fürdőszobából, illetve hát már pár hete írkálok ilyen kedvenc dolgokat is listára, mert szeretném visszahozni ezeket az old school témákat ide a YouTube-ra. Megpróbálok egy kicsit az anyavonalról visszacsatlakozni a régi témákhoz, úgyhogy aki ezt várta, hát azt hiszem most fog eljönni ez a pillanat, hogy végre lesz talán indítatás, egy kis sminkelésre, csacsogásra, és hát megmutatom majd azokat a dolgokat, amik beváltak. Nyilvánvalóan, ahogy idősödtem, most már nem csak a ruhák vannak és a sminkek a középpontban, hanem háztartási eszközök, meg tisztítószerek. Most pont elkezdtem glamour kuponokat kivágni, mert ma van az utolsó, holnap van az utolsó nap, hogy bevásároljunk, és Ádám buzdított rá, hogy nézzem meg végre ezt az újságot, hogy mi újság van, mert tényleg, hogyha az ember tudatosan pakolja össze ezt a listát, akkor nagyon klassz dolgokat tud venni. Viszont rá kellett döbbennem, hogy tisztítószerek, gyerekdolgok, stb. Tehát, hogy nem annyira hatnak meg azok a dolgok, mint régen. Ez van. Megy az idő, 36 éves leszek, úgyhogy nem csoda, de azért vannak itt olyasmik, amik a szépségápoláshoz kapcsolódnak, és próbáltam úgy összepakolni, hogy olyasmit mutassak, amiket még nem, vagy ritkán mutattam, úgyhogy a régi kedvenceim azért általában maradtak. Majd fogok csinálni elfogytak videót is, mert lett egy darab dobozunk, ami üres a szekrénybe, a fürdőszobába, és elkezdtem abba flakonokat elpakolni, úgyhogy ilyen jellegű videót is készítek majd. Hogy mikor, azt nem tudom, de képzeljétek el, hogy Ádámnak meg Konrádnak lett egy szuper közös hobbija, programja. Eddig is rengeteget vitt Ádám jobbra-balra barátokkal kávézni ide-oda, de most a biciklizés lett az, ami nagyon-nagyon berobbant, és bicikliülést is vásárolt Konrádnak, illetve van egy ilyen kis biciklis utánfutó is, azt még nem teszteltük le, csak így tologatva. De mivel ez egy örömteli és tök jó program, jó az idő, ezért lesz talán egy kis felszabadult időm, az ilyesmire, úgyhogy lássuk is. Össze-vissza fogok haladni, sajnálom, külön válogatni viszont nem volt kapacitásom, mert most egy ilyen gyors, hát nem is tudom, rendbeszedést, renoválást tartottam, sminkeltem, bőrápoltam, a hajamat megmostam, egyébként a hajam most nagyon tetszik, bár még a göndörségét most próbálom visszahozni, mert hát ezt ugye hanyagoltam, amikor még a hajtípős korszakban volt a kisfiam, viszont talán most már itt ezek a kis babahajak is kezdenek normálisabb méretet ölteni, és nem felfelállnak meg így mindenfelé, hanem beidomulnak a hullámokba, és most volt egy frissítő kezelésem, amire fogok majd járni. Ezt egyébként majd megnézhetitek Instagramra és TikTokra is felteszem, hogy milyen csodát varázsoltak nekem, és tényleg, hát nem is tudom, 18 hónap után egy fodrászhoz elmenni, nem gondoltam, hogy ekkora örömet okoz, ráadásul csodálatos fodrászt találtam, úgyhogy fogok járkálni hozzá így havonta egyszer, pár hónapig, és akkor utána talán már csak fél évente kell, de tényleg jót tett a lelkemnek, eddig abszolút nem hiányoltam ilyesmit az életemből, sőt, tehát hogyha elzavartak volna, is kapaszkodtam volna az ajtófélfába, de hát eljött a pillanat, amikor engem is elkezdett ez érdekelni, viszont már előtte egy másfél-két hónappal elkezdtem a hajamat ápolni. És például az Olaplexet, amit régebben használtam, azt most újra elkezdtem. Az Olaplexnek egyébként egy ilyen kisebb csomagját vásároltam meg, amiben volt ez a kondicionáló, volt egy ilyen előkezelő, az a 3-as, ez az 5-ös a kondicionáló, illetve egy sampon. A sampon az borzasztóan sűrű, és az a helyzet, hogy nekem elkezdett a hajtövembe pattanásokat okozni, valószínűleg onnan nem öblítettem le jól, vagy nem tudom, mert hogy máshol a fejbőrömön viszont nem tapasztaltam, és az összes arcápolási, illetve sminktermék akkoriban ugyanaz volt, úgyhogy nem tudok másra gondolni, úgyhogy ezt most egy kicsit így arrébb tettem, mert sosem volt itt problémám ezzel, hogy pattanásosodtam volna,
Úgyhogy most kipróbáltam, nem jó buli, elég bénán néz ki. Na de a lényeg, hogy nagyon bejött ez az ötös, illetve a hármast fogom még valahogy beszerezni, mert nem nagyon találtam amúgy webshopban, amit így előtte kell hajmosás előtt felvinni, és hosszabban rajta hagyni, bár én ezt is azért elég hosszan felhagyom. Nekem sikerül a gyerek mellett simán hajat mosnom, sőt, olyan lelkes lettem, hogy most két naponta kell, mert túl zsírosodik a hajam, mert nagyon sűrűn elkezdtem ápolni. Konrád nagyon élvezi, amikor én hajat mosok, vagy pakolást teszek fel, akkor ő ott állok hát mellett, nézi, hogy én mosom le, meg pancsi, néha egy kicsit a kezére teszek a vízből, meg ilyesmi, és így nagyon jól áll van. És az a helyzet, hogy át kell állnom, hogy nem mossak annyiszor hajat, viszont találtam egy tök jó sampont, amit régen is használtam, és nem tudom, hogy mutattam-e, mert hát azért volt kihagyás ebbe a témába. Ez a L'Oréal Elsevier-nek, ez a Hyaluron Plump nevezetű samponja, tényleg ad egy ilyen tök jó légies könnyedséget, és tök jól hidratálja is a hajamat, nem olyan kiszáradt érzés, és szerintem nagyon számít a sampon. Egyébként az Olaplexnek is jó a samponja, mert azután sincsen így lestrapálva a hajam, de ez is teljes mértékig klassz. Valamint Krémmánián nézelődtem, mert hát ezért tök jó sok-sok embernek a véleményét elolvasni, és az Elsevier-nek ezt a Hyaluron Plump termékét, ezt a 8 perceset, ezt istenítették nagyon sokan, úgyhogy arra gondoltam, hogy kipróbálom, és hát gyerekek, tényleg, tehát annyira szöszös és szar volt a hajam, meg hát nyilván meg volt tépve, még mindig a zöld hajam lenövesztésének a végén járok, még mindig van pár centi, hát egy olyan 1-2 centi, amit láthatok itt az alján. Hát szóval sose szabadulok meg, nagyon lassan nő a hajam, bár most elméletileg ezután a kezelés után majd jobb lesz, és így is föld, hogyha ezt felkentem. Emellett elkezdtem használni rozmarin olajat, hát ilyen rozmaringos fejből stimulálót, amiben van egy kis mentol is, remélem, hogy azért fókuszálgat a kamera. És ezt a Difel márkát nagyon sokan írták, hogy jó. Igazából engem ez, hogy kihullott a hajam, és itt teljesen megkopaszottam, teljesen hidegen hagyott, viszont amikor elkezdett nagyon visszanőni, akkor nagyon bénán nézett ki, meg így, hát még most is. Úgyhogy arra gondoltam, hogy miért is ne növeszteném tovább a hajamat, ráadásul a terhesség által a hossza azért rendesen megnőtt. Soha nem volt szerintem, hát nem soha, de tini koromban volt ennyire hosszú a hajam, és az a terv, hogy most már szeretném visszakapni ezt a hátközépig érő hajat. Nyilván göndörem feljebb ugrik, de most a hátam közepéig ér. És ennek a termék vagy márkának még van egy ilyen hajvégre való olaja, az is nagyon jó, azt behagytam a fürdőszobába. Igen, és itt a sampon. Akkor ez a balzsam volt, amit mutattam, szóval a balzsam is működik egyébként ennek a Hyaluron Plumpnak. Ezeket felváltva szoktam használni, a Dolaplexet ezt szerintem elég így hetente bevetni, vagy két hetente, attól függ, mennyire károsodott a haj. Hát nekem igazából mindig lehetne, viszont ezért árban elég durva, de most mindent a hajamért, mert tényleg nagyon számít szerintem az ápolt megjelenésben, és hát lássuk be, az enyém az most messze állt ápoltól, valamint a hajgumi is megtörte, mert nyilvánvalóan én is felkötve hordtam legtöbbször a hajamat, és akárhogy ezt a, hogy mondják, az telefonzsinór hajgumit használtam, az is töri. Tehát látom egy vonalban, hogy ott van mindig a hajgumi, és azért ott megviseltebb sokkal a hajam, úgyhogy most itt csatokra próbálok majd ráállni, meg ilyen lazább dolgokra. Nem tudom, inkább lógjon össze-vissza, de egy kicsit térjen magához ez a hajzubatag. Na de haladjunk sminkek vonalán talán. A MAC-nek ezt a palettáját, ezt a nude palettáját szerintem szintén mutattam, ha nem itt, akkor Instagramon. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem, főleg ezt a három szint használom állandóan. Napi szinten ezzel készítem el a sminkemet, és én tényleg ez alatt a másfél év alatt is végig sminkeltem. Valahogy úgy éreztem jól magamat, hogyha van egy minimális, nem tudom, boost, plusz
optikai csalás az arcomon. Nem mondom, hogy 100%-ig minden nap, de azért a jelentős részében, főleg a szülés utáni állapotokban, amikor az emberteste még egészen képlékeny és eléggé nem úgy néz ki, ahogy kéne, akkor nekem ez sokat segített a lelkemnek. Aztán, amikor bekapcsolta a pusztulgatós korszak a Konrádnak, akkor volt időszak, amikor leálltam róla. Most már pedig így tök jól el vagyunk, és nyilván kerül az arcomról smink, és puszik formájában is hozzájut a sminkemhez, viszont kevésbé zavar, mint az elején, akkor nem akartam, hogy a babába mindenféle alakozó és egyéb cucc kerüljön. A bőrápolási rutinomat is átállítottam amúgy nagyon bababarátra, úgyhogy erre azért úgy próbáltam figyelni, de egy kicsit azért kellett a lelkemnek, azt kell, hogy mondjam. És most azért beszélek sokat erről a témáról, mert szerintem nagyon sok anya kezdett el követni, és szerintem nagyon sokan pedig, akik elkezdtek régen követni engem, azok vagy már anyák, vagy abba az irányba haladnak, vagy most azok korukból adódóan. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, akit pedig ez a téma nem érdekel, ez valószínűleg úgyse az én csatornámon fog maradni, sajnos, vagy szerencsére, kinek mi. Én se követtem anyukákat, amikor ez nem volt aktuális nálam, nem volt aktuális téma, viszont az utóbbi éveknek nekem tényleg ez volt a legnagyobb változása az életemben. És ha tudtam volna, hogy ez ennyire klassz, mert szerintem tényleg nagyon-nagyon szép és szuper dolog, és én tényleg jól érzem benne magamat, akkor én már 20 évesen szültem volna egy gyereket, vagy kettőt, vagy hármat, szóval akkor lett volna időm akár sokkal több gyerek vállalására is. Viszont ez lesz téma. Óhatatlanul, bocsánat érte, hogy ez bárkit zavar. Tudom, mert szoktam kapni ilyen üzeneteket, meg azt is, hogy sokat pofázok mindig intróként, de hát ez van. A YouTube-nak a régi kerete az nálam így beakadt. Én ilyen boomer vagyok, ahogy most szokták mondani. Na de, egy kis bőrápolást vigyünk bele akkor egy kis mink után. Vannak nagyon klassz tónerek, én nekem a Geek and Gorgeous, sose tudom kimondani, és nem vagyok hajlandó megtanulni, sajnálom. Én így mondom, szóval Juditnak a márkája nagyon-nagyon bevált minden termékbe, árértékarányban szerintem kiváló, szenzációs, szuper, tényleg tök jól hidratál, előkészíti a bőrt. Ezt én rengeteget használtam, rengeteg flakon fogyott már el nálam, viszont a Baleának is megtetszett a pontenollal, 2% pontenollal dúsított terméke, ő lenne az. Úgyhogy most őt is elkezdtem használni, és egészen ígéretes egyébként, szereti a bőröm. Ennél is érzem ezt a hidratáló hatást, nyilván a pantenol az azért nagyon szépen nyugtatja is a bőrt, a bőr hibákat is elkezd jobban begyógyítani, szóval egy nagyon jó összetevő, és viszonylag drága összetevő, és ez egy viszonylag olcsó termék, nagyon olcsó termék. Úgyhogy én javaslom, hogyha vannak pattanásaid, mint ahogy én mondtam, hogy most ebben a térségben azért van egy pár foltam, sebem, hegem, akkor ezt érdemes lehet használni, valamint a hátamon szülés után is kiújult ez a pattanásosodás, amúgy is terhesen is megvolt, de most rémesen néz ki, úgyhogy most arra akarok így elfókuszálni, hogy azzal kezdjünk valamit, mert ez nekem egy örök probléma, és hát talán ez az egy dolog, ami a külsőmben frusztrációt okoz, meg nyilván a plusz súly, azt azért úgy ledobnám, de arra akarok még majd egy ilyen tényleg odafigyelést, ami azért időt kell, hogy belefordítsak, mert tényleg azért az egy bőrápolási rutint igénye, ugyanúgy, mint az arcon. Van itt egy hámlasztó, amit én nagyon szeretek, ez az AM plus PM márka. Egyébként vissza akarok térni a régió koreai vonalhoz, meg japán termékekhez, mert nekem ezek nagyon működtek. És én még akkor kezdtem el ezeket tesztelgetni, amikor még Magyarországon ez nem is volt téma, nagyon kevesen hallottak róla, és volt a Mimi Box, ami egy koreai meglepetés doboz volt, olyan, mint a Krémmánia, vagy a Krémániának meglepetés doboza, meg a Pixi Boxnak, csak brutál jó cuccok voltak benne, tényleg, tehát jó, mondjuk a koreai termékekből, ha random választ az ember, akkor is szuperek.
És ez a hámlasztó, ez egy nagyon finom hámlasztó, ami tényleg így egy kicsit eltávolítja azt a réteget, ami már így elhalt, és sokkal fényesebb, élettelibb bőrt varázsol, anélkül, hogy irritálna, és egyébként ez 5% mandulasavat tartalmaz, úgyhogy ezzel próbáltam egy kicsit mindig frissíteni a bőrömet az utóbbi időben. Emellett, amitől most szerintem egy kicsit fényesebb és ragyogóbb a bőröm, ami ellen régen nagyon-nagyon küzdöttem, de végre divat lett, hogy egy kicsit kifényesedhet a bőr, és lehet egy ilyen természetesebb hatása. Nyilván az olajosságot ezt azért próbálom elvenni, nem mindig sikerül, de ez az Eucerin Hyaluron Filler Elastic City. Igen, nevekből sosem készültem fel normálisan, ezért bocsánat, én csak használom a termékeket, nem memorizálom. Szóval ez a krém, egy rózsaszín krémről beszélünk, így fest. Nem tudom miért, hát ellenfény van, de hát most itt találtam egy kicsit kevésbé játékokkal borított részt a házba. Szóval ez a krém egy nagyon könnyed állagú krém, és egy kicsit optikailag el is tünteti a bőrön lévő egyenetlenségeket, tök jól feltölti. Ugye van egy kis fényvisszaverő hatása, úgyhogy sokkal szebben mutat maga a bőrkép, és az alapozó pedig gyönyörűen terül rajta, elképesztően jól mutat, és nem látszanak annyira a foltok sem, pedig azért itt is van egy-két foltom, és zseniális. A másik pedig a Hyaluron Fillernek van egy ilyen 15 faktoros, hát ilyen színezett kréme. Ezt is mutatom közelről. Na én ezt is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem smink alapnak, de talán egyébként ez a befutó, amit mostanában smink alapként szoktam használni. A primerek nekem sosem működtek annyira jól, mindig éreztem ezt a nehézkes érzést, és nem is az volt a célom soha, hogy most egy lerobbanthatatlan alapot képezzek hétköznapra. Nyilván van az az alkalom, amikor szükséges, akkor olyan termékeket használ az ember, de egy fotózás az is nyilván máshogy sminkel, meg mindenféle helyzetben máshogy, de hétköznapokra nekem ez vált be, és én nekem ehhez a Bourjois-nak az alapozója az, ami ilyen tökéletes kombó, nagyon szeretik egymást, jól működnek, és szép kül a bőröm. Valamint rendeltem a TikTok hatására, bár most a munkámból fakadóan nézegettem a TikTokot, mert gyártuk is tartalmat különböző ügyfeleknek, meg a saját csatornámat is úgy elkezdtem próbálgatni, hogy mit tudna, meg milyen dolgok okoznának örömet, hogyha csinálnék ilyen jellegű videókat. Amúgy kialakító néven találtok ott meg, kialakító is alsó vonal, mert a kialakító az már foglalt volt, mert azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy ezt én csináltam az első csatornát is, csak még az ősidőkben. Szóval elkezdtem én is nézelődni. És nagyon beszippantott, úgyhogy én ilyen addiktív drogokat nem fogok fogyasztani, az aktuálisan a munkámhoz kapcsolódó dolgokat fogom nézni, meg ami úgy érdekel, de napi 5 percnél többet nem vagyok hajlandó ott eltölteni a saját érdeklődési vonalamon, mert nincs annyi idő az életemből, hogy én ezt ilyen hülyességekre áldozzam, bocsánat. De ettől függetlenül gyártok tartalmat, és próbálok majd hasznos dolgokkal jönni, és tudom, hogy valakit ez borzasztóan kikapcsol, de engem beszippant. Tehát ez a pszichológia, hogy bedobok 3 szar videót, és akkor azt meg kell nézned, utána kapsz egy kis jutalmat egy nagyon jó videóval, utána megint jön 2 rossz videó, utána jön egy jó, aztán jön egy borzasztó trash videó, amit felkaptak, és akárhogy tanítod az algoritmust, bedobál ilyen szarokat is közé. Nekem ez nem, meg túl gyors, meg túl pörget, és semmi értelme nincs számomra. Viszont ha aktuálisan keresek valamit, szuper dolgokat lehet találni, és rengeteg időt lehet spórolni, mert itt most én duálni fogok nektek fél órát, ez főzés közben, meg bármilyen tevékenység közben jó lehet, viszont nem mindig van az embernek erre ideje, hogyha valami konkrétat keres, úgyhogy ilyen kis rövid tartalmakat majd megpróbálgatok gyártani, de azért azt mondom, hogy észre fogyasszuk az internetet, mert valószínűleg, hogy ott leszünk 60-80 éves korunkban, akkor sajnálni fogjuk azt az időt, amit ilyenekkel töltöttünk.
Lehet, hogy én is ezt is fogom sajnálni, hogy itt videózok a helyet, hogy más csinálnék, de most ad a lelkemnek, úgyhogy inkább ebbe fektetem az energiáimat. Na de mindegy, találtam egy ilyen koreai terméket, aminek a márkáját nem tudom elolvasni, mert úgy tűnik, hogy vagy annyira kicsi betűkkel írtak, vagy nem látok már elég jól, bár elméletileg jól látok. Lerakom majd, ha kéritek az infoboxba. A lényeg az, hogy van benne egy ilyen kis pufi, és ez egy rózsaszín púder. Tehát amúgy csodálatosan szép a csomagolása, mindjárt megmutatom. És a porállagú púdert, ha felviszed, akkor gyakorlatilag fogja, és olyan, mintha pórusokat eltüntetni optikailag. Nyilván az én pórusaim akkorák, hogy azt nem lehet eltüntetni, de azért szépen csökkenti a látványát. Nyáron még tesztelni akarom, úgyhogy nem kiabálom el, hogy annyira csodálatos, de elég jó, mert lehet, hogy borzasztóan fogok fényesedni mellette, és akkor be kell vetnem mást. És erre vettem még egy másik púdert, ezt a Soft Glam Filter púdert, amit szintén sokak ajánlottak. Fókuszálj! Ez egy színes púder, tudjátok, amiben van zöld, meg lila. Színkorrekcióra vannak ezek. Régen, amikor még, nem tudom, régen követtetek engem is, meg más régi öreg youtubereket, akkor láthattátok ezeket a színkorrekciós korrektorokat, amikor oda voltunk. A múltkor a kezembe akadt egy, mert eltettem néhány ilyen nagyon retro dolgot, ami majd de érdekes lesz megmutatni az unokáimnak. Hát valami förtelem, hogy ez milyen volt. Lehet, hogy még lehet kapni a Catrice-nél, de szörnyű. Viszont ez nagyon szépen tényleg egy ilyen gyönyörű fényt is ad egyébként a bőrnek, mert nem mattítja le teljesen, és tényleg jól kiegyeníti a színbeli különbségeket. Sminkfixáló, ezt mindjárt fel is fújom. Ez pedig a Garniernek. Meglepő módon pedig én nagyon Garnier ellenes voltam mindig is. Nagyon kevés dolga jött be a micellás vízén kívül. Nem igaz, hogy nem fókuszálsz, lehet, hogy semmire nem fókuszálsz. Szóval a Garniernek ez az Over Makeup terméke, ami 50-es fényvédőt tartalmaz, egyértelműen nem helyettesíti amúgy a fényvédőt, tehát használjátok fényvédőt, én az Eucerinét használom, ami szuper, a kisfiamon pedig a Biodermának a gyerek fényvédőjét használom, de arra tökéletes, hogy lefixálja a sminket, és egy plusz frissítést kapjon az arc. Hú, egy kicsit túltoltam, de mindegy. Ez most egy ilyen videó. A hajápolási vonalra vissza, mert találtam egy terméket, a Balának a Plex Care szérumja. Ez a Plex termékcsalád egyébként fullja lett tesztelve általam, és először nagyon szerettem a hajam a sampont, meg úgy minden terméket, viszont ezért nem egy olyan Plex. Tehát akárhogy ezt próbálja koppintani, azért messze áll a valóságtól, viszont ez a szérum, ez tök jó. A hajvégeim szeretik, amikor kiszöszülődik, ha felviszem, akkor sokkal szebb utána, tehát így egy kicsit így élettel felruházza, és én úgy szoktam, hogy felteszek valamilyen hidratáló terméket így hajmosás után a hajamra, ráteszem most már, és azt sem hoztam be, a hővédőt, amit elblicceltem sokszor, abból a Syosznek a keratinos hővédőjét használom, és utána egy kis olajjal meglocsolom, ugye a milyen olaj, tudjátok, rozmaringolajos cucc, amit mondtam, meg rozmaringvizet is szoktam a hajtöveimre tenni így, hogy egy kicsit növekedést serkentsek. Ezek nem újdonságok, láttátok már sokat nálam, viszont az utóbbi években nem sokat beszéltem mégsem róluk, pedig többet kéne. A Kerla púdernek az ecsetei, amiket én imádok, tehát hogy ez az egy készletem van, azóta is, amióta elküldte a márka. Próbálgattam más ecseteket, bőszecsetet, stb. Messze veri azokat. A Sigmával egy vonalon mozog szerintem, bár vannak olyan ecsetei, amit sokkal jobban szeretek, mint a Sigmájét. Mindegyik sértetlen állapotban van, pedig rengeteget használtam őket, sőt használtam egyébként őket, amikor sminkesként is dolgoztam, különböző sminkeléses sztoriknál is izgalmas bevetéseken is részt vettek, és makulátlanok,
úgyhogy kifejezetten ajánlom őket megvenni, és most meg akarom nézni a honlapon, azért is készítettem ide, hogy amikor pakolok vissza, akkor utána rákeressek, hogy milyen újdonságaik vannak még, mert nagyon szeretem őket. A következő termék a DM-nek a saját márkája, a Balea, aminek nagyon sok termékét szeretem. A Balea Med termékcsalád kifejezetten tetszik, és van egy barrier kréme is, amit én nemrégiben fedeztem fel, azóta már elhasználtam egyet belőle, úgyhogy ezért merem ide betenni. Ugye a barrier az a védőrétege a bőrnek, azt vissza kell állítani, a rengeteg lemosás, dupla tisztítás és társai után igenis szükség van arra, hogy a pH értéket helyrehozzuk, hogy a barrierre egy kis figyelmet fordítsunk, mert ugye egyébként nem működik megfelelően a bőrünknek a funkciója, hogy védjen minket a külső hatásoktól. Mivel mostanában egész sok ilyen pattanásom alakult ki, meg mindenféle, meg az ekcémám is volt télen ilyen belobbanóba, borzalmas állapotba, erről akarok majd beszélni, szóval kellett valami plusz. És amúgy tök jól működött, nagyon tetszik, ebbe is van pantenol, pantenolt mindenkinek, és azt érzem, hogy adott egy kis plusz. Nem mondom, hogy megváltás, vannak azért ennél sokkal jobb termékek, márkák, összetevő arányban is, az incie is valaminek sokkal jobb, ám árérték arányban, amúgy érdemes lehet kipróbálni. És C-vitaminos szérumból pedig a Revoxnak a C-vitaminos szérumjához tértem mostanában vissza, ez a 20%-os verzió, és nekem ez teljes mértékig megfelel. Minden nap igyekszem felvinni, meg úgy mindenre figyelni, a fényvédelemre arra egyértelműen figyelek. Most már főleg, hogy pattanás hegekről már beszéltünk, és nem akarok nagyon-nagyon csúnya foltokat belőle, de erre is azért oda kell figyelni, hogy különböző jó szérumokat használjon az ember. Nekem most ugye a retinol le van még tiltva, mert szoptatok, de nagyon várom azt az időt, amikor újra retinolozhatok, és locsolni fogom magamra a retinol származékokat. Van egy hajbigyóm, ezt szerintem mindenki látta már, én Temurról rendeltem, igen, rendelek egyszer-egyszer Temurról, igyekszem nem sok mindent, igyekszem tömbösítve, de hát ez a helyzet, hogy a magyar webshopokban ugyanezeket gyártják, annyi a különbség, hogy elszállítják ugyanígy Magyarországra, egy raktárba bekerül és rádobnak mindenféle vámot, adót, mi egymást, és úgy kerül hozzánk, hogy sokkal többért, úgyhogy nem akarom népszerűsíteni a kínai webshopokat, de ez van. És ugye ez egy fejmasszírozó, ezt is bevetettem hajnövesztéshez, és nagyon jó érzés, és nagyon jól felhabosítja a dolgokat, semmi extra plusz nem tudok róla mondani. Tetszik egyenlőre, és azért került ide. A Pupának a Wonder Me korrektora nagyon jó illata van, lényegtelen ugye egy korrektornál. A színe tökéletesen megfelelő, a fedése zseniális, szépen terül, akár alapozás helyett is használható, hogy néhány pöttyben az ember felviszi, és mint egy alapozót vékonyan eloszlatja. Volt már erre példa, hogy úgy alakult, hogy nem volt nálam alapozó tokajba, és ezt vetettem be. Kiadós, tehát azért a súlyából ítélve, meg a kiszereléséből szerintem azért ez egy elég nagy korrektor, főleg akkor, hogyha az embernek viszonylag kevés a bőrhibája, meg nem sötét karikásodik, akkor ez szerintem egy ilyen, nem tudom, 4-5-6 hónapig bőven elég, bár ezt is ugyanúgy, mint az alapozót, ezért érdemes sűrűn cserélni és figyelni a lejáratra. A szemhéj alapból pedig a Sheen-nek a szemhéj alapja jött be. Nagyon-nagyon sokáig kerestem a megfelelőt, nem tudom, hogy hol tud fókuszálni, szóval talán itt. A Sheen-nek ez a szemhéj alapja brutál jó, olcsó, és tényleg bomba biztosan ott tartja a dolgokat. Nekem ugye a szemhéjamon már vannak ilyen kis ráncok, ahova be tud folyni a termék, de ha ezt használom, akkor nincs ilyen probléma. Szemöldök ceruzára tértem vissza, de ezzel meg akartam mutatni a szemöldök filcét a Catrice-nek. Tűhegyes, ezt is néha bevettem, bár azért ebből jobban kell kiküzdenem a terméket, az anyagot, úgyhogy azt hiszem, hogy a NYX-eset ki fogom próbálni, mert nagyon sokan javasolják.
Ezen kívül a Frúdiának van egy ilyen ajakápolója, ami egy ilyen kis mézes bödönre emlékeztet, és ebből most vettem egy újat, úgyhogy ezt is így be akartam csempészni a videóba. Valamint a Pupának a Vamp egyik szemhi monóját akartam megmutatni, ami egy zseniális szín, az én bőrömhöz legalábbis, mert tudom kontúrnak is használni, szemhi púdernek is, tehát egy tökéletes árnyékoló, igazán hideg szín, és ez a 406 matt árnyalat, úgyhogy ez egy ilyen kis mini neszeszerbe be fog kerülni, és egy nagyon pici neszeszert akarok összeállítani ilyen SOS helyzetekre, és az be tud kerülni a táskákba, és mutatok nektek három táskát, amiért oda vagyok, ez is szerintem ilyen kedvences videóba beleférhet. Mutattam az első táskát, amit biztos, hogy láttatok már nálam, mert gyakorlatilag amióta megvettük Szardinián, megkaptam Ádámtól ezt a Zara táskát, azóta nem tettem le, és annyira szeretem, hogy meg kellett keresnem Vintiden, úgyhogy ez már a második ilyenem, és most felváltva használom, hogy nagyjából hasonló legyen a kopása. Egyébként bőrtáskáról beszélünk, szinte semennyire nem látszik az igénybevétel rajta, éppen ezért szeretnék majd jó minőségű bőrtáskákat vásárolni, de ezt megcáfolván, mivel hogy a Zarának ennyire bejött a táskája, ezért vettem pár műbőrt, ami úgymond divattáskaként tud működni. Bár idén már a nagyméretű táskák robbannak be, de azért én egy-két ilyen kisebb darabot is választottam, amik azért anyuka barátok, ebbe is van például egy ilyen gyümölcsös cucc, amivel meg tudom etetni Konrádot, ha úgy alakul. Szóval ez a táska fazon nagyon bejött, és ez monogramozható, egyébként van egy plusz fántja, valamint meg is tudom mutatni, itt van a monogramozása, ez a fazon pedig még inkább, nekem ezek a vödörtáskák a kedvenceim, ez kisebb, mint a fekete, ezt egyébként, amikor így nem túl messzire megyünk, vagy viszünk babakocsit, akkor szoktam bevetni, ez pedig az igazi anyuka pakolós táska nekem, tényleg mindent elnyel, zseniális. Úgyhogy ezeket így be akartam még itt csempészni a videóba. És ha már itt vagyunk, és táska, akkor kiesett a pénztárca a táskámból. Újra megvettem a Stradivariusnak ezt a klasszik pénztárcáját, amiben rengeteg kártya fér bele, fényképet tudsz belerakni, meg ugye a pénzt magát. Nekem ez tökéletesen működik, benne van a csipogó, úgyhogy azért pár kellemetlen szitut tudok hozni más boltokban, időnként, egy-két évben később. Minden esetre ennek tök jó elosztása van, és olcsó, úgyhogy ha egy ilyen pénztárcára vágytok, akkor a Stradivariust ajánlom. És írtam egy listát, hogy még mik voltak azok, amik kedvencek voltak mostanában, és amikor elkezdtem ezt a listát írni, a kineziológus volt az első rajta, és hát most nagyon mélyen vagyok az a helyzet, gyászfeldolgozás elindult, úgyhogy elég szar. Ez az ügy, ugye eddig én tagadásban voltam, amennyire lehetett, hogy anyukám elvesztésével kapcsolatban, hiszen terhesen ezzel nem tudtam mit kezdeni, nem volt érdemes belezuhannom a gyászba, úgyhogy valahogy így eljegeltem, mintha anya elutazott volna, és majd jön vissza. Viszont hát ez nem tart örökké, úgyhogy most elkezdtünk vele foglalkozni, és hát kemény munka. Viszont tényleg akkora sikerélményem volt, mert a legdurvább ekcímába zuhantam bele, nyilván az embernek ez a viszketek tőle dolog miatt előjön az ekcímája minden stresszes helyzettől, és hát konkrétan az egész hátam full ekcíma volt, tehát egy szabad terület nem volt rajta, nyakam, az arcomon volt mindenhol, és elmentem, hogy foglalkozunk ezzel, és egy hónap múlva sehol. De tényleg, és itt télen nekem ilyen soha nem volt. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy most foglalkozom azokkal a problémáimmal, félelmeimmel, nehézségeimmel, akadályaimmal, amik vannak. Akarok majd erről videót csinálni, igazából ki is teregethetem az én gyengességeimet, mert hát miért ne? Meglátjuk. Ezen kívül, amit a kineziológus ajánlott, és én is ajánlom nektek, Instagramon is ajánlottam már, és ez itt a reklám helye, hogy kövessetek Instán is, mert oda random össze-vissza témákat szoktam bedobálni, és lehet belőle csipegetni, mert lehet, hogy van egy-két olyan, ami neked is jól jön. Én is szoktam másoktól, úgyhogy ezért gondolom, hogy másnak is jól jön, meg hát sokan írtok, hogy igen. Szóval a másik énem
című, talán az így van, hogy másik én, nem Netflixes sorozat, egy török sorozatról van szó, és zseniális, a családállításról szól. Egy családállítást is belengedhet nekem a kineziológus, de egyelőre még nem érzek magamba akkor a késztetés, de valószínűleg el fogok menni rá. Ezen kívül felírtam a Kardashian sorozatot és show-t. Sose néztem, de valamelyik héten volt egy kis nyugodt időm, éjszaka, nem tudtam aludni, és ilyen agyzsibbasztásra, fú, gyerekek, zseniális. Szomorú, de eljutottam ide, hogy ilyen hülyességet is megnézek, és megnéztem belőle egy évadot. Nem agyzsibbasztás, hanem nem tudom, egy kis feltöltődés, kiszakadás a mindennapokból, hogyha Petra tesz ki videót, Sebestyén Petrára gondolok. Nagyon-nagyon szeretem a vlogjait, tényleg ilyen jó hangulata van, zseniálisan ügyes, jó fejnek tűnik, úgyhogy én őt szoktam megnézni egyedül. Nyilván kapacitásom sincs rá így munka mellett, hogy bárki mást meg úgy beszippancson tényleg a közösségi média, meg bőven elég a munkám által ott tölteni az időt, meg így a hobbim révén. Viszont az ő videóit én ki akartam emelni, mert tényleg nekem sokat adnak. És amik még kedvenceim, ezek a tavaszi programok, zseniálisak. Járunk nyilván játszóterre mi is, hát az nem a kedvenc programom. Fú, olyan sztorik vannak tényleg, nem is gondoltam volna. Olvastam ilyeneket, de találkozok is ilyesmikkel, úgyhogy nem az a kedvenc tavaszi programom, hanem nagyon jó volt most, amikor voltunk Nagykáló mellett, van Harangodon, aki Nyíregyiannak ez mond valamit, de hogyha erre jártunk Nyíregyházán, akkor szerintem ez egy klassz dolog. Ürgeles, meg lehet nézni őket, tele van az egész domboldal, mező ürgékkel, de tényleg ott szaladgálnak a lábad mellett, tök barátságosak, mert etetik őket az emberek, és mi is kimentünk, adtunk nekik olajos magvakat, egy kis répát, és nagyon-nagyon barátságosak, Konrád el volt bűvölve, úgyhogy másfél éves gyerekkel is remek program tud lenni, és emellett a sóstói kacsa nézés, még ami örök kedvenc, ugye most bekapcsolódott a biciklizés, babakocsival jobbra-balra mászkálni, kávézni, kiülni, szuper programok ezek, de tényleg csak egy kifivel kiülünk a padra, az is nagyon szórakoztató, úgyhogy nagyon szerettem ezeket. Meg hát a húsvéti tojáskeresés is jó pofa volt, így gyerekekkel szerintem ennél jobb dolgokat nem is nagyon lehet csinálni. Nálunk nem jött ilyen nyuszi nagy csomagokkal, hanem csak ezt a tojáskeresést, meg a locsolkodást iktattuk be. Meg hát most elkezdtünk kipakolni Tokajba újra, és hát gyerekkel nyilván teljesen máshogy kell készülni, de most már az a ház is teljesen felszerelt, úgyhogy a két laki élet indul, és hát nem mondom, hogy a kedvencem, de elkezdtem vezetni az oktatómmal újra, mert terhesen lett meg a jogosítványom, és utána nem annyira volt opció, hogy én vezetni el tudjak szakadni egy anyateljes baba mellől, nem is igazán van segítségünk, de ezt én már meséltem nektek, úgyhogy most lesz aktuális, hogy én vezetni kezdjek, és hát van bennem egy félsz is még mindig, keressük az okát, és nemrégiben volt ilyen vúsli a belvárosban, lehet, hogy még mindig van, és ott jöttem rá, hogy tudjátok, vannak azok a kis autók, amikbe be lehet ülni és vezetni, és az a lényeg, hogy ütközni kell, nem ugrik be a neve, nem véletlenül, mert én kitörtem a fogam egy ilyenbe, és ez most ugrott be, hogy lehet, hogy ez a bajom, és ezért félek én annyira a vezetéstől, mert keresztanyán fél évvel ültem egy ilyenbe, belénk hajtott valaki, és előre estem, és még tök nagy szerencsém van, hogy csak a tejfogam tört ki, és nem az egész számot csattintottam szét. De fú, emlékszem, hogy borzasztó volt, nagyon fáj, nagyon rossz volt, lehet, hogy ez az egyik oka, ki tudja, fene se tudja. És még az utolsó dolog, ez a naplózás, elkezdtem újra, hát egy 2-3 hónapot hagytam csak ki a napi napló írást, ami egy kicsit így kitisztítja az agyamat, és ezáltal egy kicsit rendszerezettebb tudok lenni, kevésbé kattogok, úgyhogy én nagyon javaslom mindenkinek, hogy egy-egy spássor, egy-egy oldalt, néha többet írjon ki magából, mi történt aznap, jó lesz, lehet egyszer visszaolvasnia, vagy majd az unokáinak beleolvasnia,
és tényleg egy ilyen, nem tudom, merengőt lehet vele csinálni, mint a Harry Potterben, hogy így kiveszed a zavaró dolgokat, és rendszerezed, és egy kicsit könnyebbé teszi a valóságot, meg a problémák kezelését. Hát hosszú lett ez a videó, szerintem bő egy óra, de remélem tetszett, és igyekszem majd még ilyeneket hozni rövidebben, viszont most úgy voltam vele, hogy ragadjuk meg a lehetőséget, úgyhogy...